Koncerttérré alakult át a Tolnai Hősök tere, ahol már Tóth Vera szórakoztatja az érdeklődőket. Az ingyenes, őszi Hacacári nevű programsorozatban azonban nem csak zenei élmény várta a résztvevőket, gasztronómiai különlegességgel is készültnek a szervezők. Az eseményen Horváth István, Tolna megye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője is részt vett. Arról beszélt, hogy az ingyenes programok fő célja az összetartozás élményének erősítése, amit ismét személyesen együtt tehetünk meg. A Hacacári programsorozatnak az a célja, hogy újraindítsa a közösségi életet, hiszen a magyarországi magas átoltottsági arány, illetve a járványügyi szabályok lehetővé teszik, hogy már ilyen nyílt térben ilyen sokan tudjunk újra összejönni és önfeledten szórakozni és együtt lenni. Horváth István azt is elmondta, az elmúlt másfél év megpróbáltatásai mindenkiben nyomot hagytak. Ezért is örül annak, hogy most lehetőség nyílt arra, hogy Tolnán egy ilyen volumenű eseményt szervezzenek. Nem csak a tolnaiak, hanem a környékből is remélhetően minél többen fognak érkezni innen a térségből. Két nagyszerű előadó, Tóth Vera művésznő és Charlie tart utána egy koncertet, tehát két, mondhatni azt, hogy sztár jött ide a tolnai járásnak a központjába. Az őszi Hacacári nevű ingyenes országos koncertsorozatot az ország több mint 130 településén szervezik meg október végéig.